What is a trap for? Obviously, this is a metaphor. And it seems to me that this is fairly close to Bibo's, I'm going to call it cul-de-sac, the Americans call it dead end, jacuzza. In other studies, I think in both philosophy and literary theory, it's called aporia. It's not too far from zugzwang. It's a situation where one actor has much weaker agency than the other actor, if we're talking in binary opposition, which is probably no bad thing to do. And what I want to do I better have a quick look at the time before I exceed it. What I want to do in brief is to put forward an argument to suggest that the relationship between Central Europe and Western Europe is one of trapfall, in which the stronger and the weaker party are unable to come to some kind of an evening out of power. And that has a long-term historical, a long-durée perspective, but I think it's present today. And these are the elements that I want to look at, and obviously I am informed by the 13 years that I've spent as a Hungarian member of the European Parliament. Now, this is where I look at my notes. I think my starting point is the asymmetry of power. There's always been a symmetry of power. Inevitably, in a particular... Kukazel? So I'm just left with my voice now, am I? Okay. You can still hear me. Okay, Rembem. So basically, Europe is a particular area which has always been subject to asymmetries of power, and these asymmetries of power in the past have been settled by violence or war. And it seems to me that one of the greatest achievements of Europe post-1945 is to find ways of dealing with the asymmetries of power through conflict resolution, not involving violence. Now, if we go back to 1945, I'm just old enough to remember this, what we have is a totally traumatized Europe. Both sides of what eventually became the Iron Curtain, Fulton speech. How does one escape the trauma? Now here, I'm relying on the work of Pyotr Stompka and Jeffrey Alexander, who write about social trauma, the impact of events beyond the control of the agent. And it seems to me, and I'm contracting the argument, is that what the West managed quite successfully to do is to create escapes from trauma. And I think the European integration process is fundamentally about this. It worked very well. If you want to contract it even further, then you can say, what is European integration about? It's to ensure that there's never going to be another war between France and Germany. Brilliant success. There hasn't been another war between France and Germany. Great. And this, I want to signal at this point that the significance of conflict resolution, I think, is the most important part of European integration. Many people do not agree with me, but as far as I'm concerned, this is where it all begins. Now, if we look at this part of the world, which I'm going to call Central Europe, we can argue with Elamir's spirit on this particular proposition. What Central Europe, I would suggest, I would put to you, has is a very long durée experience, going back centuries, of repeated attempts at exogamous transformation, which more than ever, more often than not, takes the form of an imperium, an imperial rule, which attempts to enforce its own particular modalities, its own particular order, on societies which have different perspectives, different aspirations. I've written about this, and indeed, oh yes, I have actually submitted a text. I think I'm the first to do this, but the text is available, and I go into this in great detail. The outcome of these attempts of exogamous transformation, and I think probably the locus classicus is Joseph II's absolutism, which generates a resistance, and it's this resistance to
the transformative attempts which I think characterize the region, and the fact that the attempts to achieve the transformation are never fully successful, which means that there are incomplete, indeterminate outcomes, which I think is part of this region's history, which then necessarily means that agency is weak, or the sense of agency, the sense of achievement in this region continuously lags behind what Western Europe has or what it thinks it has. These are very much subjective perceptions. About 10 years ago, a volume of work by Bobic Mihai was published with the title Lead Ellenalash, Be Resistance. You can also translate it as the resistance of flies, but that's just the vagaries of the English or the Hungarian language. Now, to my mind, this is quite extraordinary. I do not think that it would be possible to publish a volume of poetry, let's say, by Ted Hughes and call it Be Resistance. I can't even think of T.S. Eliot, Be Resistance, forget it. Yet this, it seems to me, is, and I'm not even sure that this is all that central to Bobbich's work, Resistance, but be that as it may, I use this simply to illustrate the continuous strength of the proposition that power should be resisted and that power is sort of suspect, but certainly if it's exogamous power, is doubly suspect. So that brings me, as I say, this is a contracted version of what I have to say, to 1989, and which I guess most of us have actually lived through. It seems to me that that's when we begin, or re-begin, relaunch, the region's encounter with the West, from which, obviously, this region was cut off from 1945, 47, take your pick. I do not think that this encounter has been particularly successful for all sorts of reasons, and I will go through some of these. Basically, I know I'm simplifying, but I think that in the last 13 years of membership of the European Union, but to some extent even before that, what this region has undergone is yet another re-engineering project. The attempt to transform these states into something which is like something else. In other words, the expectations of whether it's Berlin or Paris or London or Amsterdam, or in a way it doesn't really matter, and above all, Brussels, the symbolic Brussels with which we're all familiar and should be stopped, of course. You know the reference I'm making. So the consequence of this, it seems to me, is that we're living in a world of new and old, old-new trapfalls. And I've made a list here. Some of these obviously dovetail with what we heard earlier. The way in which the two parts of Europe have not become one, they continuously suffer from flawed perceptions. The first one I've put down is the false expectations. If we go back 20-odd years, it seems to me there were expectations in this part of the world that we would catch up, we being Central Europe. Now, if you look at the figures, there has been considerable growth in each and every one of the 11 countries that have since joined the European Union, weakest in Romania and Bulgaria. But, you know, compare us with the way we were 15 years ago. So GDP per capita has grown, but not one country of this region has managed to overtake any of the EU 15. 2004 figures, I have to check exactly. Slovenia and the Czech Republic were ahead of Greece and Portugal. Greece, of course, is in a totally disastrous state, so maybe some of the other countries have overtaken Greece. Nothing else. So that the discontinuity of growth has actually meant no catching up. It's an expectation that has not been met. I would say also, second point, mutual incomprehension. An anecdote, which anecdotes sometimes do help to illustrate. When I arrived in Parliament in 2004, some of us took a decision that we would try to set up a working group to work on the unification of Europe's history. So about half a dozen of us sat down, and by strange coincidence, each and every one of us was from a former communist country.
Poles and Balts, and I think there was one Romanian, I can't remember. Nobody from the EU 15 ever came. Dismal failure. You simply can't get the message through. There's lack of interest. Let me say it's mutual. I mean, what do we know about the history of Portugal? Not a lot. About the history of Ireland or history of Sweden and Norway. So we don't know much about them, but they, I think, know even less. But maybe that's difficult to measure. So this ignorance on the part of the EU 15 is significant precisely because of the asymmetry of power. That there's much greater power, economic power, political power, status power, power in whichever area we want to look at it. And very difficult to bridge that gap in consequence. I'm also very conscious of narratives about Central Europe, which are great gross oversimplifications of the sociological political realities. There are good guys and bad guys, and those are stereotyped. We're not supposed to stereotype countries, but actually we do. Just look at the Western media. The Czechs are generally good guys. I think the Estonians are quite good guys. I'm not so sure that we are, but or the Poles, anyway. The Romanians, likewise. The Lithuanians have been in the bad boy corner too at various different times. Utpats? What do you utmash, Utpats? I'm coming to an end. There is this general sense, which I encounter quite frequently, the sense, well, why can't the Central Europeans be like us? Now, the fascinating dimension of this is that, of course, Western Europe, European democracy is about diversity. But there are certain kinds of diversity that are somehow undesirable, and as it happens, ours is one of these. I mean, I have put it that our problem is that we're different without being exotic. You know, if you're exotic, you can be forgiven a great deal, but we're not exotic. We're sort of too like them, so maybe in Jungian terms, we are the shadow, we are the bad brother, the dark brother, but I don't want to take that argument too far. I would say a further problem here is the unreliable translators. What is it that gets through to the West? And who is it who's doing the translation? I'm not making a political point, I'm making much more a sociological and cultural point. My next point is simply two words, Larry Wolfe. Now, I don't know how many of you know his book. He basically says that ever since the 18th century, the French Enlightenment, Voltaire, Diderot, and the others, constructed a Central Europe or an Eastern Europe that was its dark other. In other words, we are civilized, Paris, clearly, but if you want to contrast it civilized against what? Against what? Well, it's the hairy barbarians to the east. How far to the east? Oh, just as far as you like. And I believe that this particular narrative is still there. A particular problem of which I'm acutely conscious is that if we go back to the post-45 integration project, the central element of which, in my view, is conflict resolution. This is increasingly overtaken, and indeed to some extent marginalized, by the discourse of human rights. Human rights are infinite, and it's a moral statement. How can you create compromises when you have a discourse which says, no, human rights are more significant than anything else? And that particular conflict between conflict resolution and human rights, I think, is a living problem in the relationship between what I'm calling the EU 15 and the EU 11. So basically, we're back to the asymmetries of power. And I think my pessimism, and I am pessimistic, is that we've not been able to find the mutual language. We've not really been able to find the shared ideas on the basis of which we get the same status that we think we should have in the eyes of the EU 15, the West, whatever you want to call it. Thank you very much. I think I've taken up my time. Ferry gave me what I didn't know at the time, a difficult and Ferry-től egy olyan nehéz szöveget kaptam, amit nagyon nehéz
tulajdonképpen magyaráztam, ez az elemér demokrációról alkotott gondolatai. Ezt azt hiszem, nagyon sok szor néha beszéltünk a politikáról vele, de vagy nem emlékszem rá, vagy nem mentünk bele elég mélyen, nem elemeztük elég régen, de nem sokat beszéltünk, ha jól emlékszem róla, talán néhányszor. Tehát először is azért vállaltam el a felkérést, hogy a vidéki könyvtáramat bővítsem, illetve ott megnéztem az indexben, és sehol nem volt, de a demokráciáról egy szó sem. Utána meg a választás szót kerestem meg, politikai párt, szintén semmi, hatalom. Még megint csak nem találtam róla semmi referenciát. És aztán gyorsan üzentem Ferinek, és mondtam, hogy azt küldjél már valamit, és aztán tényleg az egyik asszisztensétől kaptam valamit, de még abba sem volt sok minden. Tehát ezért gondoltam, hogy akkor jó, fejest ugrok abba, ami egyáltalán kéznél van, és megtaláltam, rábukkantam, brilliáns módon megtaláltam a 183. oldalán az egyik könyvében, amit pedig ez a Fear and Anxiety nevű könyvének a 183. oldalán, és egy dialektikai megközelítést találtam tőle, azon az oldalon megkülönböztet a racionalistának két formáját, és azt mondja, hogy mind a kettő még mindig a racionalitásba tartozik. És ez zseniális. Az egyik, a prométeuszi, ami tulajdonképpen az a racionalitás, amire mi gondolunk, ha meghalljuk ezt a szót, tehát amikor valamilyen anyagi előnyre épülő racionalitás. A másik racionalitást az apollói racionalistnak nevezi, ennek az alapja pedig az érzelmek, az szimbólumok, az értékek, nem pedig az anyagi dolgok, a tárgyak. És ebből azt következik a demokrácia szempontjából, amit én még nem is igazából demokráciának, hanem létező demokráciának nevezek, ami talán a legközelebb áll a demokráciához, amennyire csak lehet. De tulajdonképpen ennek nagyon egyértelmű a következménye. Egy olyan stabil, életképes, legitim, tényleg létező demokrácia, tehát akár liberális, reprezentatív, alkotmányos, kapitalista, bármilyen. Tehát ezeknek mind a két racionalitással meg kell küzdeniük. Tehát nem lehet csak egy a materiális oldalt, vagy a szimbolikus, spirituális oldalt nézni, és ezzel megküzdeni. És ez a probléma lényege. Tehát hozzászoktunk ahhoz, és különösen mi, tudósok, hogy van egy olyan kivételes a 30 év, amire a franciáknak van egy kifejezésük, tehát a második világháború utáni 30 év, ami egy ilyen nagyon érdekes, különleges időszak. Tehát például, amikor azt mondjuk, hogy megérkeztünk a liberális demokráciához, és kész, nincs több politika probléma, mert ez a liberális demokrácia a tulajdonképpen a végső legitim forma, kész, megérkeztünk, és végül is megérkeztünk egy történelmi időszak végére, de elfelejtettek nekünk szólni, hogy a következő időszak sokkal nehezebb lesz, mint a liberális demokrácia, mint annak a korábbi liberális demokráciának a győzedelmeskedése. És ez egy új krízis. Ez az, amit most megtapasztalunk, egy nagyon egyértelmű megnyilvánulása a válságnak, a krízisnek. És elemér amikor beszélgettem vele, nem is tűnt fel, de olvasva a műveit, most már látom, hogy igencsak optimistán állt ehhez. Tehát nyilván ő úgy
sokan szintén, de ő is úgy vélte, hogy maga a válság az egy lehetőség. Ezt mindenki tudja, igen, hogy a kínai írásjelben a krízis és a lehetőségnek ugyanaz a jele, tehát ezt ismeri sok mindenki, de vannak olyan munkái, amiben ki is mondja, hogy igen, tényleg itt a válság, de ez a lehetőség arra, hogy valami jobbat tegyünk. Azonban itt kezdődik a gond, mert elemér számára az elemzősi egység, az tulajdonképpen nem a politikai rezsim, hanem maga civilizáció. Tehát én egy olyan disziplinából jövök, ahol azt tanították, hogy nem bízunk ebben a szóban, nem használjuk ezt a szót, ez csendben ki se lehet mondani. Tehát a civilizáció számomra az soha nem egy elemzési egység volt, vagy kategória volt. Tehát például ezek az egymással összeütköző civilizációk, erről nem, ez megint csak egy ilyen önbeteljesülő jóslat. Tehát ez a megkülönböztetés a kétfajta racionalitás között, ez mindenképpen azt mutatja, hogy egyre kevésbé vagyunk prométeusziak, és egyre inkább apollóiak vagyunk. Tehát az apollói oldala a politikai hatalomnak. Tehát az, hogy az értékek, a szimbólumok, az identitás, vagy ennek az azonosságnak az értéke egyre nő, egyre fontosabb azért, mert ez már évek óta látjuk, hogy ez az szokatlanul csendes, úgymond stabil demokrácia, főleg itt most Nyugat-Európára gondolok, ebben szinte elfelejtettünk, hogy a racionálisnak létezik a másik oldala, és van az a szükségesség, amit a demokrácia meg fog szülni előbb-utóbb, tehát egy olyan életképes létezés, egy olyan beteljesülés úgymond, hogy elég van az anyagiakból, a tárgyi javakból, és az értékek fontosabbak. Amikor felkészültem, és én Albert Hausmannnak nem tudom, ki ismeri, egy elég szolgai módon követtem őt, Passions and Interests, szenvedélyek és érdeklődés az egyik híres könyve, és én is nagyban hatott ez rám a korai munkásságomban is. Tehát ez a könyv általában azt mutatja, hogy az önérdek keresése, az, hogy én vagyok a legfontosabb, a domináns téma tulajdonképpen, ez mindenképpen begyűrűzik, és ez úgymond a történelem végét fogja jelentni, mert egyszerűen az ember csak saját maga érdekeit fogja követni, és kész. És Albert itt azt is kiemeli, hogy azért szenvedélyek is léteznek, és most is látjuk azt, hogy egy olyan új szenvedélyes intenzitás jelenik meg, ami újabb problémákat dob a felszínre, amit nem lehet csak az anyagi világ, vagy az anyagi tárgyak, vagy áruk forgalmazásával úgymond kielégíteni. Itt van Donald Trump például. Itt nyilván itt most azt hiszem az irracionalitás aggodalma is megvan, mert azért az ő elég bizarr politikus, tehát többiek lehet, hogy teljesen racionális emberek, viszont különböző módon reagálnak a másik oldaltól érkező igényekre, és itt van az a dialektika, ami a Prometheus és az apollói oldal között áll fent. Soroltam még itt jó pár ötletet fönt. Egy percem van még? Jól van. Oké, tehát történelmi visszatekintésben úgy lehet ezt feloldani, ezt a konfliktust, a politikai pártokkal. Tehát ott megtartják nyilván a politikai érdekeket is, és nyilván ott van az a híres, tehát jobbtól bal, vagy baltól jobb vezető vonal, ami meghúzódik, de hát valamilyen identitást is adnak, programokat adnak. A politikai pártok
azért nem tűnhetnek el, mert az emberek gondolkodásában ott kell, hogy legyen, de szükség van rá például a választások során is. Van egy példám erre. Azt hiszem, hogy a görögökön kívül az olaszoknál a legerősebb a nyugat-európai társadalmakban a politikai pártokkal való azonosulás. Tehát 85%-ok tudta például, hogy a szüleik melyik pártot támogatták. Nem biztos, hogy ők is azt követték, de tudták. Tehát maga erről szó volt a családon belül, tudta, hogy az édesapja vagy az anyja az most kommunista vagy egyéb nézeteket vallott. És nálunk, vagy most 25, kevesebb, mint 25%. Tehát a történelmileg ez az örökség, amit a politikai hovatartozás vagy pártokhoz való tartozás ismert volt, most már ez nem. Nincs ilyen jellegű emlékezetünk. Itt aztán egyrészt feltetjük azt a kérdést, hogy a politikai pártokat újra lehet-e éleszteni. Van egy olyan reformrendszer, amellyel újra értelmet nyerhetnek ezek a politikai pártok, illetve a másik, hogy helyettesíthetők-e ezek. Ki lehetett próbálnunk valami más reprezentációt. És nyilván számos dolgot hallunk itt most a technológiai változásokról, tehát akár még lehet valamilyen elektronikus kommunikációs eszköz, amivel akár jelölni lehet párt nélkül is képviselőket. Hát ezzel az üzenettel hagyom itt a pódiumot, de azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog volt, mert ez a különbségtétel, amire nekünk is figyelnünk kell, pontosan azért, hogy ezt a hatalmas nyugat-európai krízisre tudjunk választ adni. Hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt 30 évvel ezelőtt, amikor Magyarországra jöttem, nagyon, ugye az elmúlt 30 év során sokat találkoztam Elemérrel, főleg itt Kőszegen, de nem csak az döbbentett meg, hogy mennyire művelt, mennyire olvasott, hanem az, hogy milyen hihetetlenül újra fel tudja dolgozni a történeteket, és nem csak Samuel Beckett, hanem a buddhizmus is folyton eszembe jutott, amikor vele beszélgettem. És olyan fajta kérdéseket vetett fel, amiről hát nem tudtam másra gondolni, hogy milyen az, amikor az ember egy kézzel tapsol, tehát valami ilyen kérdésekkel bombázta az emberek agyát, és megpróbálta az embereknek a konvencionális gondolkodását egy kicsit megfordítani, és Samuel Beckett és a zen buddhizmus volt az, ami nekem eszembe jutott erről. Aidan Huggins nevű fiatal író írt egy levelet egyszer Beckettnek az 1950-es években, és azt írta neki, igazából tanácsot kért tőle, fiatal író volt, és szerette volna tudni, hogy mit gondol a műveiről Beckett. És mindenki azt mondta, hogy felejtsd el, nem fog válaszolni, de válaszolt, és négy szót írt neki. Despair young and never look back. Right? It's exactly that kind of mix of nagyon nehéz pessimism. Fordítani, egy kicsit ilyen pessimista és optimista hangvétel keveréke, az azt mondja, hogy fiatal szomorúság és sose tekint vissza. Igazából, ha megnézzük ezeket a szavakat, és megnézzük, hogy mi történt Elemér életében, azt látjuk, hogy nagyon boldog, gondtalan gyermekkora volt, és aztán jött a második világháború. 16 éves volt akkor, és azt mesélte, hogy az egész családunk tulajdonképpen áldozatul esett ennek a háborúnak olyan értelemben, hogy a legmélyebb bugyrait éltük meg a háborúnak, és nem csak személyesen, de azt gondoltam, hogy mintha egy alien lettem volna ebben a világban, és nem lehetett elképzelni az életet emberi módra.
az emberi létnek mindenfajta kérdése érdekelte őt. És annak ellenére, hogy ez a szomorúság, amiről Beckett is szól, mindig jellemző volt rá. A trilógiájának az utolsó novellájában, aki nem ismerné, az elnevezhetetlen, valahogy így lehetne fordítani, tehát az utolsó néhány sorban a főszereplő azt mondja, én leszek az, aki marad. Neked folytatnod kell, de én maradhatok. Én maradok, te mondd a szavakat, ami bármi lehet. És azt hiszem, az eleméről is elmondható, olyan szavakat mondott ki, amik tulajdonképpen szlogenek és reklámokkal is fordíthatók lennének. Mindenért harcolnunk kell, és leginkább az emberi szenvedés ellen. Sokan önök közületek tudnák, hogy sokat szenvedtek már talán korábban, és tudják, hogy az én tovább megyek és újra fölállok, ez egy nagyon fontos gondolat volt. Így is lett, a második világháború után kívülállóként érezte magát, de tovább ment, tovább küzdött. Jött a kommunizmus, és teljesen kizárták, gyakorlatilag osztályjelenségnek minősítették. Mindenki tudja, hogy börtönben is volt ez 1950-es években, és azt mondta, hogy is jó volt a börtön, jó kis kihívás volt, mint személyes, mint szakmai szempontból. Jó lehetőség volt arra, hogy igenis kihúzzam és tovább lépjek. Reggel rettegtem, és arra gondoltam, hogy borzasztó szóbeszéd járta, ha elfogtak, akkor igazából nem bántottak minket, de olyan pszichológiai terrorban éltünk, ami elviselhetetlen volt. A halálfélelem rosszabb volt, mint bármi más. Borzasztó mondatokat hallottunk, és a börtön megmutatta, hogy mire vagyunk képesek, mit tudunk kibírni. Nem tudtam azt csinálni, amit leírhattam volna. Nem tudom, hogy a testi fenyítést hogy bírtam volna, de egy biztos, de egy csomó pszichológiai megaláztatást kellett elviselnem. És nem csak beszélni tanul meg az ember, hanem kiállni a gondolataiért is. Azt a címet adtam az előadásomnak, hogy az egyén egzisztenciális válsága, és tudom, hogy ezek a tehát komoly válság, a jelentésválság van jelen pillanatban a modern valóságban és létezésben. És Timothy Gardner elnökségével megvalósult konferencián vettem részt ez az 1990-es években, ahol az új fogyasztói civilizációról beszélgettünk, és az volt a konklúzió, hogy az emberiség központi kérdéseire a mai világ nem tud választ adni. A mai fogyasztói társadalom, a reklámok, a szlogenek révén egyfajta sekélyes, helyettesítő pótlékot ad csak, nincsen számunkra igazi jelentés, és nem tud semmilyen más intézmény, akár a vallás, a templom, semmi más sem menedéket adni. Volt egy olyan eszé, amit az 2001-es 9-11 után, az amerikai terrortámadás után született, amit a New York-i Társadalomtudományi Intézetében publikált, és én azt gondolom, hogy bármilyen profán dolog ez, azt gondolom, hogy egy kicsit inkorrekt is volt ez a gondolat, hiszen így kezdődik. A halál győzedelmeskedett. Ezek ugye elemér szavai. Mondhatnánk azt is, hogy a két toronnyal együtt a halhatatlanság illúziója is összedőlt. Szeptember 11-én. Mi, akik ebben a fogyasztói civilizációban élünk, azt hiszük, és azt szeretnénk hinni, hogy az emberiség hatalma olyan óriási, és annyira meg tudjuk oldani a problémáinkat, tehát nem is figyelünk a halhatatlanság problémájába, azt gondoljuk, hogy ezzel is el tudunk bánni.
és az emberiség tudata is erre van felépítve. És hirtelen rájöttünk, hogy milyen törékeny az emberi élet. Ugye 2001. szeptember 11-én rá kellett erre döbbennünk, és rá kellett jönnünk, hogy a halál nem más, mint hideg tény. A halál beköltözött a szívünkbe, még ha csak ideiglenesen is. Nagyon sok tudós azt mondja, halál tagadása az egyik legtipikusabb karakterisztikája a nyugati társadalmak lakosainak, és tudjuk, hogy elemérre Specker nevű író is nagy hatást gyakorolta, ki erről írt. És régen a társadalomban is nagyon fontos volt, hogy a halhatatlanság kérdését megoldjuk, és az halálfélelem az egyik legnagyobb mozgatórugója a továbbélésnek. Az, hogy félünk a haláltól, az a legmeghatározóbb karaktere az emberi mozgásnak, az emberi tevékenységnek, és tulajdonképpen az ember arra született, hogy meggátolja, vagy megtegyen mindent annak ellenében, hogy meghaljon és a sorsát beteljesítse. Hank is ugyanakkor ellentétben ezzel azt mondja, hogy a társaság és hogy a társadalom és a civilizáció alapkarakterét határozta meg, de ő azt mondja, hogy a társadalom legfőbb szempontja az az, hogy a társadalom szereplőinek megfajta szerepei legyenek, és legyenek olyan funkciói, amelyek tovább viszik őket az életben. De Hankisnak nem volt igaza abban a tekintetben, hogy összefüggésbe hozta mindezt 2001. szeptember 11-ével, hiszen ez kicsit New York-ivá is vált, hogy valójában ő ezt tulajdonképpen 1945-ben írta, ugye ez a japán városok atomtámadásával, illetve atombomba ledobásával kapcsolatban. És ez a halál, amit ott tapasztalt, ugye akkor is beköltözött az emberek szívébe. Tehát az egzisztenciális válság teljesen konkrét, nem pedig absztrakt. Néhány évvel ezelőtt, amikor egy kaliforniai intézetben beszéltem, hogy előadást tartottam, akkor Ian Perry-vel találkoztam, talán ismerik az új könyvét. Ő nagyon fontos szerepet töltött be a Pentagonba, ez a 70-es évek külpolitikájában, egyfajta műszaki szakember volt, egy mérnök, aki kapott egy telefont az éjszaka kellős közepén, ahol egy ilyen nukleáris fegyvereknek gyakorlatilag parancsnoki központja található. És hitte a tábornok, és azt mondta, hogy ne haragudjon, hogy fölhívom, de nem az elnököt hívom, örüljön, hanem önt. Azt hiszem, van egy kis problémánk. Azt hiszem, hogy a komputer képernyőjén nem azt kéne látni, hogy több ezer szovjet repülő tart az Egyesült Államok felé. Ezt mutatják ugyanis a komputerek. Képzeljék el! Hogyha egy más tábornok lett volna. Mondjuk egy mai. És ez a tábornok fölhívná Donald Trump elnököt. Hogyha még nincs egzisztenciális válság oda, akkor kéne, hogy legyen. Tehát ugye ugyanez és megtörténhet a Stanislav Petrovval, ugye a túloldalon, az, aki a Reagan adminisztráció alatt ugyanezt a problémát tapasztalta. Ő is úgy döntött, hogy nem veszi észre azokat a NATO rakétákat, amik éppen a szovjet légtér felé tartotta. És akkor itt van ez a kis kép, ugye ez egy olyan tengeralattjáró, a USS Kentucky, 70 tonnás, amit egyszer csak fogjuk és meglátjuk a vízben. Ugye, és egy üzenetet közvetít az Egyesült Államok elnöke számára, 200 nukleáris fegyver található rajta, és minden egyiknek olyan romboló hatása van, legalább 30-szor annyi, mint amennyi pusztítást a hiroshimai atombomba végzett el. Ráadásul ezen felül a bombákon felül
van még az Egyesült Államoknak 300 hasonló fegyvere, és az oroszoknak van ugyanennyi. Mégül is mit izgulunk ezen? Hogy egy órán belül gyakorlatilag halottak lennénk. Tehát az Egyesült Államok elnökének körülbelül egy ilyen döntésre, hogy kilőjön egy ilyet, nem sokkal több, mint 5 perc áll rendelkezésére. Tulajdonképpen azzal szeretném az előadásomat befejezni, hogy Jonathan Shell könyvéből olvasok önöknek pár sort, ami az a Föld sorsa című könyvből való. Nagyon-nagyon fontos a nukleáris fegyverek gondolkodni, mert el kell róla gondolkodni olyan értelembe, hogy eddig nem sikerült bennünk felfedezni érzelmi, intellektuális vagy politikai választ találni ezekre. Hogyha nincs meg ez a felelősségünk, amin több millió ember nem bírja felfogni, hogy milyen veszélyben élnek, amíg ezek a fegyverek ott vannak, és nem tudják, hogy a világ, amiben élnek, milyen fenyegetettségnek van kitéve, akkor lehet, hogy az ember érzések is veszélyben vannak. És végül a hiroshimaiak azt tapasztalták, és ugye ez már nem csak egy történelmi érdekesség, hanem az, hogy attól félünk, hogy az egész Föld is ilyenné fog válni, mint a mi Hiroshimánk volt annak idején. És lehet, hogy egy olyan felületté válik a Föld, ami képtelen lesz a normális életbe visszatérni. Ez egy olyan probléma, ami attól félünk, hogy a világban bármelyikünk pillanatát meghatározza. És ezek azok a gondolatok, amiket a hiroshimaiak osztottak meg velünk. Egy teljesen elkeseredett édesanyja gyerekével a kezében, a fukai, aki visszafut a boltjába, egy mesztelen férfi, aki botorkál a sötétbe, valaki egy szemgolyóval a kezében. Tehát tudunk ilyen borzasztó képeket felidézni. És tulajdonképpen a nukleáris holokauszt képeit érhetjük innen. Ha mindenki bírná, akkor azt hiszem érdemes lenne az áldozatoktól tanulnunk, a hiroshimai áldozatoktól, ha megpróbáljuk elképzelni őket és a képeket felidézni, amennyire, hogyha képesek rá, próbálják meg elképzelni, és próbáljuk meg Elemér munkáját is felidézni, és gondoljunk arra, hogy az élet törékenységét, ahogy megjósolta, illetve hogy a haláról beszélt, azt mindegyikünk számára érdemes felidézni. Köszönöm. Elemér Henkes, Theory of Civilization. Hankis Elemér társadalmi elmélete. Általában a modern tudományok, társadalomtudományokban nagyon sok kutatás, empirikai bizonyítékot gyűjtése, reprezentációk, összehasonlítások, amit használunk, és ez a módszer tulajdonképpen kompartmentalizálja egy olyan, tehát vagy biológiai, vagy mechanikai módon kategorizál, illetve mennyiségi indexek mentén, és a fő gondolkodásmód értelmében általános elképzelések vagy próbálkozások az emberi lét leírására szólnak. Nagyon érdekel engem például a társadalomtudományokon belül a racionalitás és az objektivitás kérdése, és hogy milyen módon tudjuk a hierarchiákat leírni, és például itt Francis Fukuyamára is gondolunk a filozófiai, illetve a társadalomtudományi kutatásaim során rájöttem, hogy a racionalitás, amit
egy nagyon intellektuális szókészlettel írunk le, az egy nagyon ideológiai, ideológizált feltételezés lenne. Hat is elemér társadalom elmélete szerint általában a szimbólumok szerepe, védő szerepe nagyon fontos, tehát ezek olyan hit rendszerek és értékek, amik mellé még járulnak azok a racionalitások, amelyek tulajdonképpen felépítik akár szimbolikus és technikai módon is a világunkat, és azt hiszem, hogy ennek segítségével a legjobban leírhatók a társadalmi krízisek például. Management theories have been revised to deal with transition and uncertainty. Francis Fukuyama has reacted to the dispute by the Great Disruption. The Great Disruption nevű könyv keltett, és az idő rövidsége miatt tulajdonképpen csak röviden tudok erre reagálni, de Fukuyama a megközelítésében, illetve a felemelkedő civil társadalomra való reakciója olyan volt, hogy a hierarchikus struktúrákat tulajdonképpen úgy érzi, hogy a szabadsággal lehet lecserélni, és a normatív értékek, a racionális értékek létező hierarchiák mentén szerveződnek, viszont azt is megvizsgálta, hogy mi volt a hiba ezekben a hierarchiákban. És tulajdonképpen a definícióik terén Fukuyama az úgynevezett semleges és historikus területekre fókuszál, és Max Weber is utal, és például dél Olaszország, illetve Dél-Amerika példákat is hozott, és tulajdonképpen hogyan lehet egy krízisből magasabb hatékonyságot keríteni. Vannak olyan egyéb írók, akik a kapitalista társadalom fejlődésének komplexebb leírásával bocsátkoztak, és tulajdonképpen minden ember lelkében van egy szocialista és egy kapitalista, egy individualista és egy demokrata, egy protestáns és egy katolikus. Tehát ez a kettősség, ez mindenképpen a formatív és a normatív értelemben is létezik, és szerinte a hierarchia nagyon érdekes ebben a tekintetben. És itt most idéznék is, tehát hol van tulajdonképpen a hierarchia nem fog eltűnni a modern szervezetből, mert a természet eleve hierarchia mentén szerveződik, sőt, hogyha még pontosan akarunk foglalkozni, Zeus például már azt felismerte, hogy a társadalmi rétegződés hogyan használható ki, és emellett ki lehet építeni például a materiális gazdagságot is, és az EOSZ például sokkal jobban élvezte volna ennek a hierarchiának az aljában levő létezést, de hát nem volt választási lehetősége. De általában a modern társadalmakban egyik vagy másik végét meg lehet tapasztalnunk ennek a hierarchiának, de tulajdonképpen melyik a jobb, alul vagy felül lenni ebben a hierarchiában. Fukuyama tulajdonképpen itt biológiai és vegyi utalásokat értett, a szeretonin szintje az agyban is nyilván kihat. Például a kísérletekben megmutattak ezt a csimpánz
hímek esetében, hímcsipázók esetében kihat az érzékelésükre és az észlelésükre is, és így tulajdonképpen manipulatív módon a szerotonin szintek megváltozásával lehet ezt változtatni, és akár egy a boldogságnak egy anyagi létét is így létre tudjuk hozni. Az antidepresszánsokat gyártó gyógyszercégek tulajdonképpen ezt csinálják, és az USA egyik táplálék kutató intézetével kutatása értelmében azt találták, hogy 400%-os növekedés van tulajdonképpen minden korosztályban az antidepresszások használatában, tehát a boldogtalanság az azért sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint csak a szeretanon szint. És hogyha most visszamegyünk a hierarchia szintekre, az emberi aggodalmak, félelmek, és itt tulajdonképpen vagy szorongás és hangkis elemér is gyakran tárgyalt ezt a területet, tehát tulajdonképpen ez a homo hierarchicus, aki gyakran említünk, ez olyan szimbolikus buboréknak lehet titulálni. Lehet, hogy ez triviálisnak hangzik, de hangkis számára a trivialitás az nem mindig triviális. Köszönöm szépen. I also wanted to give a little space between Professor Schmitter's talk and mine, because when I use the term dialectics, we're going to be going over again some of the same territory, but maybe in a little bit different way. Professzornak a beszédére, hiszen amikor a dialektikáról beszélek, ebben a Filip által említett értelemben, akkor arról van szó, hogy két egymással ellentétes gondolat is egyszerre jelen lehet, ráadásul mind a kettő igaz is lehet. Az egyetemes világ, a világegyetem tele van ilyen egymással szemben álló gondolatokkal és erőkkel. A hegeli értelemben minden egymással ellentétes, és van egyfajta mozgás a gondolat kialakulásától a tézisig, majd az antitézisig, és a végül az egész összeáll egy szintézisben. És mindez, ami a végén megelevenedik előttünk, az maga az igazság. És skandinavisztikusként kezdtem, úgyhogy Kierkegaardra is utalnom kell, már pedig a Kierkegaardi dialektikában van egyfajta olyan manifestáció, hogy az ember elidegenedik magától és a társadalomról, de ugyanakkor kifejezi azt a vágyát, hogy integrálódjon és felszabaduljon. Tehát ez is egy ellentét. Ez a Kierkegaardnak egy olyan különleges gondolata, ami azt gondolom, hogy be kell, hogy hozzuk a mai diszkuszióba. És itt arra is szó van, hogy a mindennapok beszédében a jelentések folyékonysága vagy megfoghatatlansága az ellentétben áll a kialakult jelentéstartalmakkal. Én azt gondolom, hogy Hankis Elemérnek a gondolkodás módjának ez egy kritikai elemét jelentette, és mi, akik a tanítványai voltunk, és ott voltunk jelen a kiváló előadásain, nagyon gyakran egy ilyen dialektikus módon vettünk részt az ő óráin, hiszen volt egyfajta identitáló formájú ereje,
And it was always up to us, his students, his audience, to think about and construct some kind of synthesis from his presentations of a wide variety of topics, physics, cosmology, theology, cultural anthropology, psychology, history of ideas, the arts, and that's just a few of the things he showed us. In the book, The Toothpaste of Immortality, and I have a little anecdote that goes with that, Elmer would call me up at the strangest times of day or night, or when I was in strangest places, to ask me about a better translation for a word. And I remember exactly this title. I was at a massage. And the phone rings, and I saw it was Elmer, and I said, well, you have to excuse me. I really think I must answer this. Because we also shared some physical problems together that we would discuss sometimes. And he goes, Jodi, what do you think of that title, The Toothpaste of Immortality? And I go, I'm not really convinced, Elmer. You know, I'm not quite sure where you're going with this. And he goes, well, can you give me some alternatives? I go, can you tell me what you mean? I don't understand what the concept is. El akarod olvasni, hogy mire gondolt a szerző. Tehát ami ezt a könyvet illeti, ő arra gondol, hogy a Max Weberi gondolat és egy másik gondolat között kell, hogy egy köztes út legyen. Ugye a Weber azt mondja, hogy van egy belső, erős belső magunk, és van egy másik ellentétes gondolat, ami azt mondja, hogy nincsenek egyéni, csak szerepeket játszunk, nincs egyéni belső erőnk. Elemér azt mondja, hogy ebből a belső magból kéne nekünk táplálkozni és kiindulnunk, ugyanakkor azokat a szerepeket is figyelembe kell vennünk, amik bennünk élnek, és egyfajta dinamizmussal a bennünk levő mélységből és ezekből a perifériális szerepekből kialakítani egy megfelelő elegyet. Azt gondolom, hogy Elemér fantasztikusan tudott képeket találni az elképzeléseinek az illusztrálására, és fantasztikus képeket találni a drámai sugalmazó erővel. Hogyan mutatja be képileg Elemér azt a dialektikus világot? Ugye van egyfelől az információkora, amiben tények, számok, digitális tartalmak, racionális üzeneteket közvetítenek, és hát van az úgynevezett élmény alapú társadalom, ahol a személyessé válásnak az elemeit figyelmetjük meg mitoszok, érzelmek, mitológiák közvetítésével. A Fears and Symbols, tehát a Félelmek és Szimbólumok című könyvében két stratégiát ír le. Az egyik a Prométheuszi stratégia, amit Schmitter professzor is említett már, ez ugye a Prométheusz legendához kanyarodik vissza a görög történelembe, egy olyan mitikus hősről van szó, aki elhozta az emberiségnek a tüzet, és ezért kemény büntetést kapott. Elemér olyan szerepben látja Prométheuszt, aki egyfajta metaforikus jellemzője az emberi túlélésnek, ami az emberek túlélésének a külső megjelenését képviseli, ugye, hogy itt a tűz, a melegség, a biztonság és a menedék, tehát ezek azok, amik az emberi túlélésnek az elemeit képviselik. Hogy egyfajta biztonságra legyen az emberiség a világban, mégpedig mi ellen, a megjósolhatatlan katasztrófák, az emberi létet fenyegető külső veszélyek ellen. És ezért házakat építünk, és megpróbálunk feltalálni bizonyos dolgokat, hogy megkönnyítsük a saját életünket. De ez nem igaz, vagy nem elég, hogy a külső bizonytalanság ellen enyhítsünk a problémáinkon. Az emberek félnek a haláltól, és ezeket a hiedelmeket, félelmeket is kezelni kell. És itt jön be az apollói stratégia,
Amikor olyan kérdésekre kell válaszolni, hogy miért vagyok itt, mi az élet értelme. Tehát az apollói stratégia a halálfélelemmel próbálja meg fölvenni a küzdelmet, megpróbál válaszokat adni, megpróbálja azokat az emberi kísérleteket megvalósítani, amelyek beváltak ennek a kezelésére, és amely alapján értelmet lehet adni az életnek. Ezeket a történeteket kiváló narratívákká alapítja, és itt olyan narratívákról beszélek, amelyek ugye választ tudtak adni ezekre a kérdésekre, mint például a kereszténység, a buddhizmus és az iszlám. Amit Hank is ezekkel kapcsolatban kihangsúlyoz, az az, hogy a valóság egészét meg kell tudni érteni, nem csak részeit, és ebben a saját szerepünket is látni kell tudni. Itt az egészre kell koncentrálnunk, és ezt kell aláhúznunk, és először Elevértől hallottam az axiális kor kifejezést, ami 20 évvel ezelőtt, és az én paradigmaváltással kapcsolatos munkámban nagyon sokat segített, tehát a váltás a mechanisztikus világból az organisztikus világképre, és itt megvitattam az én könyvemben is a tudományos érdeklődés dialektikáját egy bizonytalanság korában, és ez a kifejezés szintén Elemértől származik. Ebben a cikkben Elemér azt írta, mármint hogy a mindennapi kvantummechanikája című cikkében, hogy az emberek különböző szerepeket vállalnak annak érdekében, hogy az elvesztett jelentést megtalálják, és megpróbálnak olyan identitásokat kialakítani, amelyek egyre nehezebben érthető problémákra adnak választ. Tehát elvesztettük az orientációnkat a tradicionális értelembe, nem tudjuk fölfogni a körülöttünk levő világot, és ez olyan mennyiségű intellektuális és érzelmi energiát von el tőlünk, amely tulajdonképpen megtöri az emberi közösségek koherenciáját. És innentől kezdve az emberek már nem tudnak a kihívásokra válaszolni megfelelő értékben, és József is erről beszélt, erről a krízisről, vagy válsághelyzetről, de azt hiszem számunkra is itt ugyanez jellemző. És hogyha egy új civilizációnak a lehetőségeit megtaláljuk, és hogyan lehet új szerepeket kialakítani, amelyek fontosak lehetnek az emberek számára, azt mondja Elemér, hogy lehet, hogy ez lenne a legfőbb célja egy társadalomnak. És nem csak a társadalom, hanem a természettudományoknak is közösen kialakítva ezeket a szerepeket. Sok tudós meg is próbált kapcsolatokat teremteni, például a kvantum alapokon nyugó világegyetem és az emberiség között, és megfejteni az emberi létnek a titkát. Ezek a kísérletek tulajdonképpen elsőként kerestek arra választ, hogy a kvantum elmélet milyen válaszokat tartogathat az emberiség számára. Ez nem egyfajta védőháló, amiben az emberek otthon érezhetik magukat, nem egy biztonságos közeg ez, és nem fog ez ezt a jelentést adni az életüknek, hanem ez egy nagy emberi és társadalmi probléma, ahol, hogyha az ember elveszti az élet célját, akkor elveszti a motivációját, akkor lehet, hogy az egész társadalom lendületét veszti. Nagyon sok olyan gazdasági, társadalmi és kulturális oka van annak, hogy a tradicionális nyugati társadalom egyfajta kozmikus otthon teremt az állampolgárai számára, és a kvantummechanika fejlődése az csak egyetlen eleme ennek, de azt gondolom, hogy fel kell figyelnünk erre a fontos felfedezésre és a világban betöltött szerepébe. Az a baj, hogy a tudósok többsége nem igazán fogja be, hogy a kvantum elmélet mit mond a világegyetem titkairól. Ők csak arra figyelnek, hogy hogyan lehet a fizikusoknak, a kozmológusoknak, a filozófusoknak, aztán a teológusoknak, kulturantropológusoknak, pszichológusoknak, eszmetörténészeknek és művészek, ugye megint imádta ezeket a listákat, felsorolásokat, tehát halljuk a hangját. Tehát
azt a fejezi be, hogy egyfajta tudományos háborút le kéne zárni, és megfelelő dialógust kialakítani arról, hogy biztosan egy nyelvet beszéljünk. Na, még két dia. Én azt szeretném mondani, hogy a természettudományok és a társadalomtudományok egymáshoz közelebb hozása, ez egy új cél, amit szeretnék megvalósítani, és tulajdonképpen a két tudáskultúrát kéne legyőznünk azzal, hogy itt a valóságról van szó. Tudják, hogy ez nem az én eredeti ötletem és elképzelésem, de ez a folyamatos fejlődés, amely egyfajta különbséget fog tenni a kemény és az egymástól elkülönülő területek között és disziplinák közül, azt gondolom, hogy egyfajta holisztikus, tudományos kutakodás vagy elképzelés tesz majd lehetővé, ahol egy újfajta regeneratív oktatási modellek, úgynevezett multiversities, tehát nem uni, ugye az egyversity, hanem a multi, azaz a több diversity ebből áll össze, ugye nem egyetem, hanem többetem, akármilyen hülye hangzik is ez magyarul. Tehát itt egyfajta globális kihívásokra kell választ találnunk, és teljesen mindegy, hogy milyen területen munkálkodunk tudományosan, minden egyes fiatal tudóst erre kell nevelnünk, hogy az előttük álló meglepetéseket és bizonytalanságokra válaszokat találjunk. És egy óráig kerestem ezt a képet. Ez a Woodrow Wilson Egyetem, vagy intézménynek az egyik reklámja, és az egyik kedvenc képe volt. Ezt nagyon szerette elemér. Mit szimbolizál ez a feltett karú hölgy? Mit mond önöknek ez a kép? A hölgy tulajdonképpen szétválasztja a sötétséget a világosságtól. És hát Elemér számára ez nagyon sokat jelentett ez a kép, és nagyon örülök, hogy ezt egy hölgy csinálja. Pontosan ezt szerette volna az intellektuális kreativitásával elérni, tehát olyan helyre fényt vinni, ahol amúgy sötétség volt. Úgyhogy az utolsó szavaival fogom zárni az előadásomat. Ez pedig így hangzik. Csak egy ilyen közös erőfeszítés lenne alkalmas arra, hogy a kvantummechanikát, mint az emberi lét egyik lehetséges szimbolikus keretét értelmezzük, mégpedig egy olyan keretet, amelyben az emberek biztonságot találnak, és úgy érezhetik, hogy életüknek jelentése és jelentősége van. Köszönöm a figyelmet!